fegyver és a drogkereskedelem után az illegális állatkereskedelem a harmadik legnagyobb fekete piaci ágazat. A célok a határon elkozott papagájok átmeneti és hosszú távú elhelyezése. A karanténrendszerrel, megfelelő szakemberek munkájával biztosítaná a madarak jó körülmények között tartását. Edukációs programokat próbálnánk gyerekeknek szervezni és felhívni már gyerekkorban a figyelmet a papagájok tartásával kapcsolatos nehézségekre. Előadásokat, rendezvényeket, táborokat szerveznénk, és már kisgyerekkortól megkezdődhetne a tudatos, felelősségteljes állat- és madártartásra való tanítás, nevelés. Magyarország azért nem a természetes élőhelye a papagájoknak. Milyen papagájokat tudnak ellátni, megmenteni? Hogyan kerülnek önökhöz egyáltalán mentett papagájok? Tulajdonképpen két lehetősége van, a gazdájától, aki esetleg megunta, vagy már nem akarja tartani, tőlük tudjuk elhozni, illetve létezik olyan, hogy hatóság által elkobzott madarak, amiknek mondjuk nincsen papírja, vagy bármilyen más probléma van velük, azokat tudjuk mi befogadni. Ez a legkisebbtől a legnagyobb méretig bármelyiket, fajtától független. Hol székel ez az alapítvány? Hol van ennek a központja? Hol tudják elhelyezni a papagájokat? Egyáltalán mennyit pontosan? Győrbe lesz az alapítvány, a győri állatkertnek a területén, és ott fog felépülni, tehát jelenleg még konkrét helyiség nincsen, viszont nekem sok papagájom van, ezáltal helyiségek is vannak. Tudok elhelyezni most már ilyeneket, hogyha szükséges. És milyen szakszerű ellátást tudnak biztosítani az állatoknak? Állatorvosok, kik gondoskodnak a sérült állatoknak? Hát a sérült állat nyilván állatorvosok, a helyiséget biztosítjuk nekik, illetve mondjuk a fűtést, normális takarmányozás, meg egy megfelelő hely. Ez egy úttörő kezdeményezés. Itt valakivel beszéltem, lehet, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is első között létesülhet ilyen papagájmentőközpont. 10-15 évvel ezelőtt hallgattam egy rádióriportot, talán többen tudják, hogy a Hortobágyon egy ilyen gólya madármentőközpontot létesítettek, és aztán hallgattam ennek a folytatását is. Ez felfutott, és tényleg tulajdonképpen országos szintre került. Az önkormányzat maga is felkészült, hiszen az önkormányzatnak is van arra apparátusa, illetve van arra személyzete, hogy az állatmentéssel és az állatvédelemmel foglalkozzon.